Professzor Paprika. És a bonyolult dolgok. Szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal. És Bátor Fiatillával, Szevasz Attila. Attila az átlátszó munkatársa, az átlátszó.hu-ról elég sokat hallhatnak a rádióhallgatók, illetve a Közép-Európai Egyetem leánykori nevén a gonosz megáltalkodott CEU meghívott kutatója és az ELTE médiaszak oktatója. Szervusz! Szervusz! Köszönöm Attila... szépen a meghívást! Hát ezt kizárólag saját magadnak köszönheted, mert hogy írtál egy szuper vitacikket, meg még egy csomó minden egyebet, de most nemrég írtál egy nagyszerű vitacikket az Indexre, amelyben arról vitatkozol a TASZ jogászainak felvetése alapján, hogy lehet-e kormánypárti sajtót csinálni, illetve lehet-e kormánypárti véleményeket leírni újságíróként, ez egy leegyszerűsítés, de ez a felvetés. Csapjunk bele a lecsóba, Miről van szó? Miért kell arról vitatkozni, hogy lehet az ember kormánypárti újságíró? A, ugye a tasz a felvetése az nem az volt. A, a TASZ azért indította el ezt a vitát, mert ők úgy ítélik meg, Flex Zoltánnal együtt úgy ítélik meg, hogy a propaganda sajtó, amit a kormány közeli uh, médiában dolgozók, akik propagandát terjesztenek, azokat a bírósági gyakorlatnak más megítélés alá kellene vetnie. Rájuk nem biztos, hogy vonatkozhatna a szabadság védelme. Ugye ez egy államilag finanszírozott, magyar közpénzből finanszírozott propaganda gépezet a TASZ szerint, és erre reagált Koltai András a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a munkatársa. Nem, illetve... bocsánat, ez önmagában egy kuriózum, mert hogy ezek az emberek nem szoktak megszólalni sem a sajtó és főleg nem szoktak saját jogon publikálni. A Koltai András szokott, ő, egy, ő egy, egy nagyon termékeny média jogász egyébként, és szerintem elég nagy respektje is van még azok között is, akikkel alapvetően vitában áll, mondjuk Poyák Gáborral, Urbán Ágnessel. Szerintem senki nem vonja kétségbe az ő felkészültségét, tudását, kulturális tőkéjét, tehát ő egy nagyon-nagyon okos ember, ezt most mondom úgy, hogy én egyáltalán nem ismerem őt, soha nem találkoztunk, de, de figyelemmel kísértem a, a, az eddigi munkásságát, már ami a publikációira vonatkozik. Tehát a neve alatt közölt szövegek alapján kirajzolódik egy, egy kompetens így van, ember. Így van, persze, igen, igen, igen. És a média tanács részéről nem... Nem tudom, hogy magánemberként vagy egyben a média tanácsot is képviselte ebben a vitában. Ezt, ezt látod, nem tudom, ez nem derült ki a, az írásból is. De mint médiajogász eh, eh, jogán felhatalmazásával nyilván, eh, de természetesen értékes volt a hozzászólása, és szerintem igaza is volt eh, abban a tekintetben, hogy eh, valóban senkinek nem vonható kétségbe az a joga, hogy. Eh, ünnepelje Orbán Viktort, erre médiát lehet alapítani, ezt ez terjeszteni lehet ezeket a nézeteket, csak hogy a TASZ-nak nem ez volt a felvetése, tehát Koltai András reakciója valójában egy teljesen valid reakció volt, csak szerintem félreértette a TASZ-nak, illetve flexolt ennek a, a felvetését. S És ugye, egy Egészen konkrétan azt a példát használod a cikkben, hogy... Szintén alkotmányos jog a sajtó jogszerű eszközeivel azt hirdetni és segíteni, hogy Orbán Viktor a gondviselés küldte a magyarság megmentésére és felemelésére, és örökön örökké legyen Magyarország miniszterelnöke egyben királya ugyanígy lehet hirdetni, gondolom, hogy a Szent Korona processzora és hasonló öm, terjesztik is, tehát, hogy azt gondolom, hogy a magyar médiatér ebből a szempontból kifejezetten sokszínű, mert megjelennek ö, ezek a vélemények. Más kérdés, és ugye itt, itt van igazából a probléma, ö, hogy ugye mi azt gondoljuk, hogy a sajtószabadságnak nem pusztán az a feltétele, hogy az ember írkálhat mindent a világban, hanem az is, hogy egyrészt el tudja juttatni ezeket a nézeteit, illetve a közönségnek megvan a lehetősége arra, hogy eljussanak hozzá ezek az információk. Tehát amit én ehhez a vitához talán hozzá tudtam tenni, az, az, leginkább arról szól, hogy egyre kevésbé van lehetősége az embereknek hozzáférnie az ő döntéseiket megalapozó alapvető kérdésekhez, információkhoz, ugyanis zártá vált ez a médiatér, annyira polarizáltá vált, hogy azok az információk, amik adott esetben a kormány munkáját más megvilágításba helyeznék esetleg, vagy olyan korrupciós botrányok, amik, amik kifejezetten kormánypárti politikusokat érintenek, egészen odáig, hogy ideológiailag mennyire mennyire több fenekű az a amit, amit a, a amit a kormány képvisel vagy mennyire álszent adott esetben az a magyar társadalom jelentős részéhez nem ér el egészen egyszerűen azért nem mert azokban a lapokban vagy azokban a média felületeken nem jelennek meg ezek az információk, és hozzáteszem, hogy hogyha részpiacokról beszélünk, akkor jelen pillanatban például a megyei napilapok vásárlói, azok semmi egyébben nem találkozhatnak, kizárólag azzal, hogy a kormány mit gondol a világról, és éppen kit akar lehúzni a vécén. És ez már egy óriási probléma. De a megyei napilapok piaca jelen pillanatban Kimondható szerintem, hogy száz százalékig kormány közeli üzletembereknek vagy oligarcháknak a tulajdonában van. Ez 18 megyei napilap. Ugye a megyei napilapokat ráadásul többen is vásárolják, mint a mint az általános közéleti napilapokat, nem csak hogy összességében, hanem egyenként. Ugye ezeknek a szerkesztése, hogyha Mészáros Lőrinc tulajdonát nézzük a mediaworks wörse látjuk, hogy teljesen centralizált gyakorlatilag a, a helyi rok központi, utasítás, mennyik. Utas, utas, mennyik. Utas, utasítás van. A címlapjaiból látszik, ugye van ez a legendás, ugye ez a a, a, amikor uh, Orbán Viktor fejével jelent meg minden egyes uh, napilap, megyei napilap, ami a MediaWorks-hoz tartozott. Uh, és ugye ez vonatkozik az ingyenesen terjesztett, országosan ingyenesen terjesztett napilapra, ami pedig a Habony tulajdonában van. Uh, a rádiós piacot, hogyha megnézzük. Uh, Andy Vajna terjeszkedése az viszonylag elég transzparens, mert a médiában nap mint nap értesülünk arról, hogy az NMHH be, melyik frekvenciát ítélte meg Andy Vajna rádiójának, még akkor is, hogy ha hogyha valakikkel konzorciumban közösen indul. Tehát azt lehet mondani, hogy nincsen olyan országos lefedettségű rádió sem, amelyik egyébként nem a magyar kormánynak az álláspontját szajkóznán folyamatosan. Most már a helyi rádió? rádióállomások is fel vannak vásárolva ja. javarészt. Itt van egy trükk, mert ugye jelen pillanatban nincsen országos kereskedelmi rádió. Ugye ezt a két frekvenciát, amikor a Neo FM megszűnt és a Class FM megszűnt, az NMHH saját jogosultságával, eh, amire egyébként megvol, megvan a jogosultsága, kiutalta a közszolgálati rádiónak. Tehát ezeket a kereskedelmi frekvenciákat jelen pillanatban a közszolgálati rádiók használják. Eh, ugye a Vajna terjeszkedése az még abból áll, hogy a helyi rádiókat vásárolja fel, vagy indul frekvenciákkal konzorciumban közösen, összekapcsolódik egy hálózatba, gyakorlatilag ö, ezzel megkerülve azt a lehetőséget, vagy azt a kritériumrendszert, hogy ő országos kereskedemi frekvenciáért induljon, mert egészen más követ, sokkal szigorúbbak a követelményei, például a, a, a hírszolgáltatásra, a zene kvótára vonatkozó szabályai, illetve a koncesziós fizetés, mert ez pénzbe. Tehát, kerül. Tulajdonképpen központilag gyártott tartalmak, <laughs> épül a helyi rádiók műsor struktúrája fel, van valamennyire nyomva helyi gyártású tartalommal, hogyha valaki hallgat megyei helyi rádiót ebből a hálózatból, és hát szinte csak ebből lehet, akkor azt tudhatja, hogy hogy Sebestyin Balázsék nem nyíregyházen vezetnek műsorral, hanem így, így ha van. Nem, mert őket hallgatják országosan, és akkor közé be van nyomva valamennyi helyi szerkesztésű műsor, aminek nem pusztán az a jelentősége, hogy nem lehet elérni sem országosan, sem helyben független hírszolgáltatást, hanem emellé oda kell tenni, hogy egyébként a helyi médiának, amiről viszonylag keveset beszélünk, van egy egészen másfajta meggyőző hatása, amit amit hívhatunk uh, kis nyilvánosságnak vagy intim nyilvánosságnak, e egyszerűen ezeknek a tartalmaknak sokkal nagyobb a meggyőző ereje, pusztán attól, hogy az ember felismeri a saját környezetét, és főleg egy olyan centralizált országban, ahol tulajdonképpen elfeledkezik arról az országos média egy része még mindig, Számosokból, nem pusztán rossz színulatból, hogy Budapest körül egyébként elterül egy ország. Ott, hogyha vidéki médiafogyasztó legalább valamennyire viszontlátja a saját régióját, az a benyomása támadhat, hogy itt ő tényleg számít. Egyrészt, egy, egy felől, igen, hogy ő tényleg számít. Másfél, hogy ez az ország a létező országok legjobbika, Na, hát igen. A, a, ezzel, ezzel találkozik, hogy hogy itt minden rendben van ebben az országban. Akik támadnak bennünket, azok nyilván idegen érdekeket képviselnek, nem a magyarság, a magyar nemzet érdekei. Tehát megy a propaganda. Nyilván. És nagyon fontos, amit mondtál az előbb, a... a annak idején, amikor még volt Sláger és Danubius Rádió, illetve utána, amikor lett Neo FM és Klass FM, egy, talán a rádió hallgatók kevésbé emlékeznek már arra, hogy a, szerintem a rendszerváltás története utáni média történetnek legbotrányosabb korrupciójáról volt szó, amit elnézést kérek, amit a Majtényi László ugye le is mondott az ORTT elnöki székéből, hogy a helyi rádiókat helyi szinten sokkal többen hallgatták, mint a klassz FM-et, az országos kereskedelmi rádiókat. Tehát helyi szinten, Kecskeméten vagy Nyíregyházen a helyi rádiók hallgatottsága az jóval nagyobb volt mindig is, mint az országos kereskedelmi rádiók Rádióké. Tehát teljesen igazad van abban, hogy helyi szinten ezek a helyi médiumok iszonyatosan fontosak. Még akkor is, hogyha mi innen Budapestről azt feltételezzük, hogy ugye mi, fújuk fújjuk a passzát, szelet a helyi médiában, és ez egyáltalán nem így van a helyi lakosok számára, a helyi médiában. És nem média... is egészséges, hogyha oh. így van, mert például arról, hogy Máté Szalkán, Fehér Gyarmaton, vagy épp Zalaszent Gróton hogyan csaltak el EU-s EU támogatási pénzeket, vagy hogy hogyan prédikál a pap homofóbiát a templomban, és ehhez hasonlók, vagy pozitív dolgok, mert időről időre olyanok is esnek, például hogyan sikerült integrálni egy általános iskolát, és megvalósítani a, a cigány és nem cigány lakosság közös oktatását jól. Ezekről mi nem értesülünk, hogyha helyi újságírók nem dolgozzák föl, hiába van az az illúziónk, hogy mi mindenhova odalátunk, az csak azért van, mert még mindig vannak ebben a Budapest körül elterülő országban olyan emberek, akik ezekre a sztorikra odafigyelnek, ezeket érzékelik, ezeket rajtuk keresztül ismerjük meg, tehát semmilyen tudásunk nem marad egyébként van, a helyi van. történésekről, hogyha a, hogyha egy központilag irányított kormánypárti üdvpropaganda felzabálja a helyi sajtót, mint ahogy ez most történik. Így van. Azt szeretném hozzátenni, hogy a, a helyi lokális média helyzete az mindig is katasztrofális volt, sajnos elképesztően kiszolgáltatottak voltak mindig is 2010 előtt is ezek az újságírók, tisztességes, rendes emberek, akik fokozatosan, ugye a helyi lapok tulajdonosai azok multinacionális cégek voltak korábban. Az a folyamat, ahogy a multinacionális cégek a helyi politikával elkezdtek egyezkedni, bizonyos hirdetési önkormányzati bevételekért cserébe hogyan felejtették el azt, hogy nekik milyen kötelességük lenne a helyi lakossággal szemben, az, az egy nagyon szomorú történet a magyar médiatörténetben, nem eléggé feltárt, és ez egyébként a mi felelősségünk is. De ezt mindenképpen, mindenképpen fontosnak tartom jelezni, hogy, 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 hogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt, nagyon fájdalmas folyamat volt, és nem most kezdődött. Hát és hogy ehhez akkor, hogy mivel, hogy ez 2010 előtt is már javában folyt, tulajdonképpen a rendszerváltás óta folyamatosan Lényegében így zajlott, van, igen. a rendszerváltás után volt egyfajta ilyen nekilendülés vagy lelkesedés azzal a kapcsolatban, hogy itt létrejöhet egy szabad lappiac, erre ez a, hmm. ez a tulajdonosi réteg benyomult, akik egyébként az országos lapokkal kapcsolatban semmi se különösebben szabdoljanak, vagy etikusan. Így van, így van. Tehát a Fidesznek nem lehet volna ilyen könnyű sítsút venni ezt a lappiacot, vagy fi, bocsánat, Fidesz közeli embereknek és egyébként Fideszeseknek konkrét. A konkrét alkalmazotti viszonyban lévő embereknek nem lett volna ilyen könnyű gyarmatosítani ezt a lappiacot, hogyha az a piac nem lett volna, meg rádiópiacot, meg helyi tévéket, hogyha ez nem lett volna eleve nagyon rossz állapotban. Pontosan. És akkor itt csak megjegyzem mellesleg, hogy egyébként létezik egy olyan szegmens a magyar médiának, amivel egyikünk sem számol, egyszerűen azért, mert hogy nagyon-nagyon helyi és nagyon-nagyon rá tudtunk arra, hogy úgyse tudunk vele mihez kezdeni, és ezek például az önkormányzati fenntartású lapok, amiknek az összpéldány száma meghaladja a Tesco hirdető újságét, Igen, pedig pontosan. meggyőződésem, hogy Igen. a Tesco hirdető újság még mindig jócskán befolyásolja a közképzeteket arról, hogy ebben az országban mit tartunk, mondjuk megélhetésnek vagy életnek. De hogy az önkormányzati lapokkal kapcsolatban, hosszú ideje, tulajdonképpen évtizedek óta tudomásul veszük, hogy ezek a rendszerváltás után is mindig ilyen rákosista központi sajtóként működtek, szinte kivétel nélkül. Én emlékszem az Erzsébet város nevű lapra, amikor 2010-ben, 2010-ig mindig az aktuális polgármester jó ideig György, később letartóztatása után a helyettese, volt minden címlapon és minden második oldalon, az Erzsébet város újság piros fejléccel jelent meg, és abban a pillanatban, hogy Vattamány Zsolt megnyert az önkormányzati választásokat, a következő lapszem ugyanazzal a layout ugyanazzal a tartalommal, narancssárga fejléccel feli. jelent meg, és Vattamány Zsolt volt innentől kezdve ugyanazokon a fényképeken, ezekbe állami pénz, önkormányzati Igen. pénz megy, semmilyen felügyeletünk nincsen, semmilyen, semmilyen média szabályozásnak, vagy észszerű szakmai elvárásnak nem tesznek eleget, ilyen így kisdobos hirdető újság. Abszolút, így van, így van. És ez ez, már nem is reménykedünk abban, hogy az önkormányzati lapokra ráhatásunk lehetne, pedig ezek tényleg eljutnak majdnem minden háztartásba, vagy, vagy minden háztartásba. Szóval írtózatos példányszámról beszélünk. Óriás, igen. Tehát ugye ingyenesen bedobják a postaládába, ezek eljutnak, én, én is emlékszem, amikor még kivettem a postaládából ilyen dolgokat, de mondjuk én abban azzal rendülettel dobtam is be a kukába, én nem is emlékszem, hogy valaha önkormányzati újságot elolvastam volna. De ugye a, 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 a megyei napi lapok egy picit talán talán meg is próbálták ellensúlyozni az önkormányzati lapok folyamatos önéjenzését, De ugye ez veszett el most az elmúlt egy évben. És akkor tegyük hozzá, hogy nem csak az önkormányzati lapok lehet keresztet vetni, hanem hát nagyon sok országos hetilapra és, és az online felületekre is itt van. Például, mit tudom én, mondjuk ilyen kedves, gyomorbizsergető példának a figyelő legutóbbi címlapja, amelyben az, a, 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 az iszlám állammal azonosítják a migration Aid szervezetet és a Helsinki bizottságot, és egy olyan interjút közölnek egy, egy tanúvallomást egy az egyben meghamisító tolmáccsal amelyben ő egyes szám harmadik szemében beszél magáról, és úgy adja elő a saját elképesztő gaztettét, ami konkrétan az volt, hogy egy, egy szír embernek a tanulomását ő tolmácsolta, és ő egy az egyben az ellenkezőjét hazudta be tolmácsként, mint amit az az illető mondott, ez utóbb derült ki. Ami hát azért nem egy hétköznapi, tehát ne, nem egy tyúklapás, na, legyünk őszinték. Egyes szem harmadik szemében beszél magáról, mint akit méltatlanul meghurcoltak, Na, szóval, hogy ez egy ilyen jó nagy kupac excrementum, és erre mit lehet csinálni a figyelővel, amikor egy ilyet közöl? Semmit. Jóformán semmit. Vagy lehet eljárást indítani mondjuk a médiahatóságnál? Igen, lehet. lehet? Érdemes le le ne nem, nem, nem nagyon gondolom, hogy lenne, hogy érdemes lenne. Tehát, hogy a... én azt gondolom, hogy. <kül> hogy én mit gondolok, tehát hogy ízlésesnek tartom-e például e, azt a címlapot. Én azon gondolkodtam, amikor megláttam, hogy milyen brainstorming lehetett mögötte, és hogy milyen ünneplés lehetett a szerkesztőségben, amikor a grafikus előállt ezzel az Mind, ötlettel. A ezzel ötlettel. az ötlettel. E, valószínűleg megveregették egymás vállát, e, vagy el tudom képzelni, hogy hogy, hogy, hogy hogy nagyon büszkék erre a címlapra, de azt gondolom, hogy ez a címlap belefér. Tehát hogy én én. Én, 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 én nem... A címlapért különösebben én nem indítanék eljárást ha valaki indított volna érte, és a NMHH vagy a médiatanács lépne ezzel kapcsolatban, akkor nagyon meg lennék lepve. Ö, és, de... és bár azért szerintem terror szervezettel azonosítani valakit az viszonylag közel jár a becsületsértés kategóriájához, én sem indítanék érte eljárást, mert, ezek, mert a becsületsértés az ilyen sajátos jogállás, de azért legyünk őszintén. Igen, így... igen, 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 Nehéz de hogyha meg, 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 a, meg, az, meg, meg, de hogyha meg ilyen zsöszű Charlie vagyunk, akkor meg, akkor meg az van, hogy, hogy de, tehát hogyha azt nem szabad kettős mér, azt én látom ezen az oldalon, ami vagyunk, hogy hogy a Charlie hebdo szabad, ellentétben a figyelőnek nem szabad, de tehát, hogy a Charlie hebdo szabad, akkor a figyelőnek is szabad. És az teljesen mindegy, hogy én egyébként mit gondolok a valamelyikről. Tehát, hogy hát, a szólásszabadság kiterjedtebb annál, mint hogy Számomra sértő igen, dolgot ilyen ne lehessen közölni. Lehet sértő dolgot. Egyébként pedig megvannak a fórumai, tehát hogyha a Helsinki Bizottságot vagy a Migration Aid-et bántja ez, akkor nyugodtan eljárást indíthat. ellene. Valószínűleg de... nem fognak kisebb gondjuk is nagyobb ennél. Igen, nem de akarnak... hogy nem nyernék meg. Szerintem Persze. egy ilyen pert nem... Nyert, tehát Helytelennek is tartanám, hogyha megnyernének egy ilyen pert. Na, de térjünk rá akkor mm. el az interjúra, amelyben tulajdonképpen elképesztő számomra újságíróként, hogy valaki egyes harmadik személyben beszél a saját esetéről, amiben áldozatnak állítja be magát, valamiért, amiért már elítélték, és ezt kommentár nélkül közli az újság, úgy, hogy abból nem derül ki, hogy az érintett személlyel beszélnek, és el van hazudva az egész történet átolt szettig, mert mint hogy érted, hazudni egy csomó mindenben szokás, de speciál mondjuk ilyen véremenő büntető hazudni, konkrét hazugságot közölni, az problematikus legyünk Nem? 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 De, nem? De, de szerintem ezzel kapcsolatban nem a média tanácsnak van dolga. A média tanácsnak sokkal tágabb értelemben lenne feladata, tehát hogy az erre megjelenő kritikák, azok eljussanak azokhoz az emberekhez, akik ezt a cikket olvasták. Tehát, hogy neki ki kéne kövezni azt az utat, hogyha valaki elolvasta ezt a cikket... Nem ki megkövezni, kikövezni, nehogy félreértsék. Tehát, neki ki kéne kövezni azt, hogy meg kellene könnyíteni azt az utat, hogyha megjelenik egy, egy, egy teljesen abszurd cikk valahol, akkor az erre születő reakciók, amik cáfolják, Kiröhögik ezt a cikket, hogy mit, azok eljussanak ugyanúgy azokhoz az olvasókhoz, akik egyébként teljesen gyanútlanul belefutottak ebbe a cikkbe, megerősítette bennük az, a, azt a hitet, hogy e, itt, itt, itt valóban terrorcselekményt hajt végre a Helsinki Bizottság és a, és a migration Aid, e, Tehát, hogy eljussanak azok is, hogy ez hülyeség. Ugye ez az, amit a média tanácsnak, illetve az NMHN-nak a tevékenysége nem hogy segítene, hanem gátolja, folyamatosan szűkíti ezeket a lehetőségeket, mint piacfelügyelet. Tartalomra nem hiszem, hogy neki bármilyen felhatalmazást kellene adni, legalábbis az ilyen tartalmakkal kapcsolatban. Azt én sem gondolom, hogy erre egy külön rendőrség kellene, hogy a hazugságok felett hatóságként. Mert hogy Ugye ezek ilyen necces helyzetek is egyébként, és nagyon rossz vért is szülne, mert akkor naponta kapna a média tanács egy 50 olyan levelet, vagy eljárás való felszólító kérvényt a lakosság részéről, hogy az index hazudik, a 444 hazudik, az átlátszó hazudik, vizsgálja ki a hazugságot. Szóval ez egy vége láthatatlan Hát azért az ORTT fénykorában láttunk olyan vizsgálatokat, amik mondjuk ilyesfajta reprezentációról szóltak. Én nem gondolom egyébként, hogy az ORTT eljárások olyan fényes eredménye jártak volna, mert egy, egy helyreigazítás, az egy ilyen technikai természetű megoldás is nagyon keveset kommunikál, vagy nagyon furcsa dolog, de én nem vagyok benne tökéletesen biztos, miközben én, én magam mondjuk sose kértem ilyet, meg amikor volt nyomozás, ilyen-olyan becsületsértési becsület ügyekben én nem indítottam eljárást, nem. amikor rólam nem. volt szó. De meg tudom érteni azokat az embereket, akik mondjuk, ha, ha azt állítja róluk egy újság, hogy három fejük van, és azzal minden gyerekeket erőszakolnak, és ellopták az Isten pénzét, Salamon kincsét nem. és egyebet, akkor mondjuk legalább egy helyreigazítást szeretnének látni ugyanabban a labban. És ennek tulajdonképpen most nincs meg az útja De Dehogy nem, PTK, BTK, egészen nyugodtan, ha ilyen megjelenik valakiről, akkor egyéni kezdeményezésre, PTK-BTK vonatkozó passzusaira hivatkozva, beperelheti, tehát hogy ennek nincsen jogi akadálya. Hogy, Persze na. csak, hogy a, a tanács saját eljárás az arra volna való, hogy ne kelljen egy ilyen X éves jogi utat végigjárni, hanem legyen egy szakmai döntés. Hát Illetve ér... hát ezek a szakmai testületek az én értelmezésem, legalább egy gyenge jogértelmezésben, arra való, hogy ne kelljen mindennel a, a jogi utat végigjárni. Vagy arra való, mondjuk, egy, hogy mondjuk egy, egy másik fajta példát, azért várjuk azt a színházaktól, a képzési intézményektől és meg egy csomó munkahelytől, hogy legyenek belső eljárási protokolljaik mondjuk molesztálási ügyekre, hogy ne a rendőrségi nyomozás végtelen hosszú, fájdalmas és nagyon-nagyon lassú processzus sem múljon, hogy valakinek az a, a zaklató főnökét eltávolítják -e egy munkahelyről vagy sem. Hát ha a főszerkesztők fórumának egyébként van egy ilyen békételtő testülete, ugye az nem is tudom, hogy milyen néven indított el másfél vagy két évvel ezelőtt Vejer Balázsik ugye az Origónak volt a főszerkesztő és a főszerkesztők fórumának az elnöke. A főszerkesztők fórumában egyébként nincsen kormánypárti lap, nem képviseli magát, mert kilépett belőle mindenki, még az is, aki tagja volt, de nem is léptek be. De ott van erre vonatkozóan egy, egy békéltető testület, hogy ne ne egyből az legyen, hogy beperellek téged, hanem ültesse le a két felet. Nem tudom, hogy mennyire van kihasználva ez a lehetőség, hogy egyáltalán a szerkesztőségek és az olvasók mennyire tudnak erről, erről az eljárásról, eljárásrendről, <coughs> bocsánat, elnézést, de hogy szerintem egyáltalán nem használják, tehát hogy ez egy tetsz halott intézmény a, magyar, magyar médiatérnek. Hát illetve csak, azok, csak azokra vonatkozik, akik önként vállalták, és véletlenül pont a maradék független sajtó vállalja önként valószínűleg abban Alapvetően igen. Tehát egy nagyon opcionális dolog, és pont azokkal szemben nem érvényes, akik viszont elképesztő túlsúlyban vannak. Jó, azért nem ettől, szeretnék, csak megjegyzem, hogy ez egy korlátozott érvényi dolog abban egyet tudok, vagy tudnék veled érteni, hogy policy making tevékenységben meg kellene, hogy jelenjen az NMHH is. Hogy média hatóságként, ugye van egy média -tudományi intézete ennek a hatóságnak, ahol elméletben végeznek tudományos munkát, felméréseket, elemzéseket. Abszolút feladatának gondolom én is, hogy például megnézze, megnézze azt, hogy ha a hazugságok aránya, az hogyan, hogyan viszonylik, vagy hogyan, hogyan jelenik meg a magyar médiában. Ugye erre nekik... Megvannak meg az anyagi feltételeik, megvan a személyi állományuk, hogy ezzel foglalkozzanak. Nem tudom, hogy létezik-e a Médiatudományi Intézetnek a tudományos tevékenységéről, azért nagyon kevés információ van. De ugye piacfelügyeletként nem tudjuk. Hogy, hogy, hogy milyen tanulmányokkal rendelkeznek a magyar médiapiacról, mi alapján hoznak meg piacfelügyeleti döntéseket, mi alapján, milyen tanulmányok, kutatási adatok alapján mondják azt az egyik fúzióra, hogy az nem lehet és mire mondják azt, hogy lehet. És nem azért nem tudjuk, mert nem kerestünk rá Google-ben. Így azért van, hanem egészen csak... egyszerűen, ugye kiad ilyenkor a NMH -a egy közleményt, a GVH-val közösen, vagy külön, de egymás megerősítve, hogy, a piacfelügyelet elvégezte a munkáját, és ez alapján a, a média törvény valamelyik passzusára hivatkozva úgy ítéltük meg, hogy az egyik jelentős befolyással rendelkező média vállalat lenne, ezért nem, egyes, nem, nem járulunk hozzá az egyesüléshez, a másikkal pedig semmi probléma nincsen, és általában az esetek száz százalékában ez mindig úgy van, hogy azzal nincsen probléma, hogyha Mészáros Lőrinc egyesül valakivel, vagy fel akarja vásárolni, vagy Endi Vajna vásárol fel média cégeket. Ha Ko nem kormányhoz köthető üzletemberek ö, szeretnének ö, valamilyen ö, piaci mozgást végrehajtani, akkor pedig általában az esetek száz százalékában egyébként az van, hogy nem járul hozzá a médiahatóság. Ö, Nekem ezeket. már hosszú ideje az a benyomásom, hogy a, ugye az NMHH főépülete az ott van a Batyány utca, Igen. Ostrom utca sarkán, és onnan pont le lehet szaladni a Fény valószínűleg gazdasági racionalitásból pusztán összevonták a Fény utcai piac felügyeletét, a média piac felügyeletével. De ott egyébként erősebb a verseny az őstermelők között, azért ott is volnának kifogásolni valói időről időre, de inkább úgy tűnik, mint hogy egy piac lenne még, ha nem is az én szívemnek legkedvesebb fajta, mert hogy, mert hogy nagyon nincsen érdemi munka ebben a tekintetben. Tehát amiről ugye beszélünk, hogy hogy a szólásszabadság az akkor működik, a szólásszabadságnak ez, a, ez, egy ilyen fűnyíró elvű dolog, vagy, vagy, másként fogalmazva ez egy, ez egy lapos elv, vagy egy, egy horizontális elv, ez egy vonal. Azt mondjuk, hogy a szólásszabadság az nem csak azokra vonatkozik, akik nekünk szimpatikusak, és még csak nem is csak azokra, akik az Isten nagy igazságát beszélik el 24 órában naponta, hanem mindenkire, Azokra is, akik ellenszemesek, azokra is, akik más politikai oldat képviselnek, mondjuk ne, azokra is, akik nem hívei a demokráciának, és ezek nagyon fontos dolgok. Mert hogy az uralkodó politikai kurzus, hogyha legyen az akár a polgári demokrácia, ha kizárólag az őt támogató beszédet engedélyezi, akkor az az mindannyiunknak rossz lesz rövid, közép és hosszú van. távon, és ez nem elfogadható. Okay. Igen. De, és e ezt írott e ebben a vita cégben, amiből kiindultunk, hogy a szólásszabadságnak ez a fűnyíró elve csak akkor érvényesül, csak akkor védi meg valóban a szabad diskurzost, hogyha egyébként a szabad diskurzusnak tényleg van tere, tehát nem egy központi csőből folyik ki Így van. a propaganda. Így van. Lényegében egy mondatban összefoglalva erről van szó, igen. De akkor mit gondolunk végül is a TASZ felvetéséről, hogy most a... Mondd meg nekem, hogy mit gondolok. <gül> Beszélgettem <gül> a Besenyő Pista bácsival, és elmondta véleményemet. Legyen most egy rövid ideig a Besenyő Pista bácsi. Mit gondolunk a TASZ felvetéséről? Mi a véleményem? Tényleg ne vonatkozzon-e a kormánypárti, vagy kifejezetten kormánytagok ö, által tulajdonolt, vagy, vagy mondjuk a kormánypárt tagjai által tulajdonolt központosított média-birodalom tagjaira ilyen, a... Nem, azt nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy konkrétan a kormánypárt tagja tulajdonol-e média céget, azt nem, nem, hiszem. Hát mert a Mészáros Lőrinc nem Fidesz tag? Vagy most nem, gondol, nem e? gondolom, hogy tagja lenne a Fidesznek Mészáros Fidesz Egyébként a médiatörvény nem tiltja, hogy az hogyha polgármester lenne, azt tiltaná, de ő magában az nem kizárók, hogy valaki párt tagja és Jó, úgy az tulajdonol, az, okay. ez nem, nem kifogás. Vagy és nem... alapítója voltam két farkú kutyának, mm. és még mindig lehet akár egy ilyen saját nyomtatású iskola Igen, ismény, tehát, van. hogy nem, ez, ez, ez nem tiltja, nem, nem nem tudom, hogy helyes lenne, hogyha tiltaná politikusnak, de hogy ezzel kapcsolatban a médiatörvény nem állapít meg összeférhetetlenséget pártagoknak, a önkormányzati képviselőnek, polgármesternek, és a, és a kormány tagjainak, tehát minisztereknek. Van összeférhetetlenségi szabály, de önmagában az, hogy valaki pártag, egészen nyugodtan lehetne a legnagyobb média tulajdonos is, ami a média szerint. Jó, hát végül is azért mondjuk a szeretett filmügyi főbiztos, albiztosunk. Ilyen-olyan áttételen keresztül úgy tűnik, hogy azért mégiscsak az egyik legszámot tevőbb média tulajdonos. Nem is ilyen-olyan áttételeken keresztül, ezt teljesen transzparensen kezeli Andy Vajna. Szerintem büszke is arra, hogy ennyi média céget birtokol jelen pillanatban, csak hogy a hallgatóknak is megveszélyeztetni, is hogy a második legnagyobb kereskedelmi téve, a TV2 ugye a rádiós piacon a Rádió egy, ami most már gyakorlatilag tényleg egy országos kereskedelmi rádiós hálózattá duzzadt az NMHH jóváhagyásával, illetve a lapkom kétvidéki vagy megyei napi lapkiadója, kiadója, illetve a Bors bulvárlap kiadója, az is az ő tulajdonába került, állami kölcsönök felhasználásával. Ugye ezt mi finanszíroztuk meg, ezeket a tulajdonos váltásokat a, a piacon. E, e, és a, 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 a visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy mit gondolunk, mit gondoljunk a TASZ-nak a felvetésére, az, az a helyzet, hogy nekem ezzel kapcsolatban nincsen kialakult álláspontom. Tehát nem, nem tudom. Érzem. É, érzem. Igen, hogy... nagyon ritkán mondanak ki emberek. Igen. Ez egy történelmi példa. Figyelek. Én érzem és értem, hogy mit szeretne, mert a, a TASZ, illetve Flex Zoltán a, a közpénzből terjesztett hazudozás, a lényegében erről erről van szó. Ugye hogy ők azt vetették fel, hogy arra ne vonatkozzon a sajtószabadság védelme amit közpénzből. Ne, ugye nem kérdezték meg erről az állampolgárokat, hogy szeretnénk-e hozzájárulni ahhoz, hogy a mi pénzünket hazudozásra használják fel nem 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 egyszerűen nem nem tudom hogy 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 ennek milyen milyen jogi Jogi környezetet kellene egyáltalán hozzá. Érzem, mert engem is felháborít, nyilván. tehát Én állampolgárként arcpirítónak tartom, és bicskánítogatónak, hogy az én pénzemből mennek ezek a kampányok, vagy ezek a lejárató cikkek, ezek a médiumok az én pénzemből is működnek. Ez mind-mind mind mind art arcpirítónak gondolom, de, de nem tudom, hogy mit lehetne csinálni. Tehát, hogy egy, egy másor más kormánya, más média hatósága, más törvénykezése kellene ahhoz, hogy azt mondja, hogy ezt elfelejtjük. Ennek vége van. Eleve közpénzből csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés média tartalmat fogunk finanszírozni. Ugye, és akkor mindjárt át is ugorhatnánk egyből a közszolgálati médiának Ó, a igaz, szerepére, ami szeretnék. ami ami aztán tényleg a botrányok botránya, hogy Magyarországon a közszolgálati média az így működik, ennyi pénzből ezt tudja összehozni nyilván központi akaratra. Ez az 80 milliárd forintból az a, az, a nagyon kemény. De hogy... Tulajdonképpen akarni kell ennyire akar... rossznak és irrelevánsnak lenni ennyi pénzből, vagy nekem legalábbis az a benyomás. Hogy lenne, sőt... Viszonylag elég régen nézegettem már az esti híradók nézettségi adatait, de abban jön fel a, a Magyar Televízió Ö, rohamléptekkel az esti uh, hírműsoroknak a nézettségében. De én elsősorban szakmailag értem, tehát, hogy, hogy ennyire rossz legyen például egy híradó, és most nem pusztán a hazugságokra gondolok, hanem szakmailag értékelhetetlen. Nekem nem... az a benyomásom, hogy azért tehát meg kell próbálni. Ezért ez nem értek, nem gondolom egyébként, hogy rossz szakemberek dolgoznának a a, a, a közmédiánál ő, inkább arról van szó, hogy ezt a szakértelmüket ő, minek szolgálatába állítják. Szóval egy, egy ilyen én fauszti, gondolok. Ilyen. Azért amikor, amikor elgondolkodtam ezet. azon, hogy uh, sajnos már nem emlékszem annak a legendás uh, tévés uh, figurának a nevére, aki a 90-es évek, 80-as évek végén, 90-es évek elején az én gyerekkoromnak is mm. egy meghatározó figurája volt, és ő olvassa föl ezeket az ilyen explicit, tényleg ilyen muszuléni hangján megfogalmazott kormányzati kommunikéket az ide ömlő migráns hordákról, hogy amikor az ember egy ilyen szöveget felmond, akkor mit gondol arról, amit csinál, ez egy erkölcsi természetű probléma, ez de szerintem egy van, fontos probléma, van. és ebben a szakmában nem nagyon lehet kikerülni ezeket az erkölcsi természetű problémákat. Szokás egyébként egy ideje, vagy szokás azt mondani, hogy, hogy kattintékony kell legyen a címed, a profit számít, alapot fenn kell tartani valamiből. Én azt hiszem, mi mindketten egy olyan iskolához tartozunk, ami azt gondolja, hogy fenn lehet tartani egy lapot, meg el lehet olvastatni dolgokat anélkül is, hogy az ember szükségszerűen becstelen volna e közben. É, igen, ebben egyetértünk. Azért én hiszek, hogy a magyar média médiában még mindig sokkal, de sokkal több becsületes ember dolgozik, és újságíró dolgozik, szerkesztő dolgozik, mint, mint, ahány, mint ahány becstelen dolgozik. De ugye számos helyzetben az, hogy ez, a, ez a munkám, hát, hogy mit csináljak. De engem nem érdekel. Felolvasom, megkapom hó elején a fizetésemet, hagyjon engem mindenki békén. Nem én írom, meg én felolvasom. Blazír tarccal, mit tudom én. E és akkor vannak, nyilván a közmédiában is vannak olyan hírolvasók, akik kifejezetten hisznek ebben a hülyeségben. E lelkük rajta. E engem, engem, nem ez érdekel. Engem az érdekel, hogy miért az én pénzemről van ez. A, én, 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 nem járultam hozzá, és a magyar lakosság 60-70 százaléka soha nem járulna egyébként hozzá, hogy, hogy, hogy ilyen ostobaságokat terjesztenek az ő pénzéből, ö, de hogy ö, de hogy ettől függetlenül ez a helyzet van. És nem is tudom, hogy hogyan lehetne feloldani, tehát, hogy ameddig Még ez az a kormány a lesz, az hogy ez, ez lesz. Igen, ez a kulcs szó, tehát, hogy most e megpróbálhatunk különféle jogi stratégiákat találni, és nagyon helyes, hogy a Társaság a szabadságjogokért és mások, ezeket meg is próbálják. De szerintem, ha a probléma gyökerét keressük, és nem. Gyors tüneti kezelést akarunk, akkor be kell látnunk, hogy ez egy politikai természetű probléma, Abszolút. amire nem fogunk találni Igen. ilyen sortkatokat, vagy hogy mondjam, ilyen lerövidítéseket, amik megoldják helyettünk. Egyébként ez a, az én témában nagyon sokszor felkerül, felmerül, többször megkérdeztek én prostitúcióról prostitúcióról riportoztam most nem sokáig, és nagyon sokan kérdezték, hogy és mi, van a, mi van a politikusokkal, akik álszent módon ezt mondják és azt mondják, és elmennek prostituáltakhoz, na őrejük nem kellene lecsapni. És őrej, erre a felvetés, és mindig azt tudom mondani, hogy tudom, hogy nagyon szuper lenne, és nagyon sokan vágyunk valami egy egyszerű megoldásra, ami szintén ilyen fűnyíró elven megoldja hmm. helyettünk ezeket a politikai természetű problémákat, de ilyen nincsen. Nem fogunk tudni ah. találni olyan Szabályozást, olyan jogtechnikai megoldást, ami helyettünk eltakarít egy illiberális berendezkedést, vagy vagy az egész ország helyett, mert én nem szeretném ezt magamra venni, mert nem is gondolom, hogy ez, a, ez az én dolgom lenne bármilyen értelemben. Ö, senki nem fog nem fogja a lakosság helyett megszavazni azt a választásokon, vagy máskor, hogy ne ezek az emberek legyenek kormányon, és hogy ne hagyják jóvá az Az ellenzék helyett senki nem fog politikailag kompetensen viselkedni, mint ahogy most látjuk, hogy ez az azért viszonylag kevesen vannak az ellenzékben, akik ezzel egyetem megpróbálkoznak, de vannak. De hogy nem, 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 fogjuk ezt elrendezni egy ilyen huszárvágással. Így van, és uh, eh, szerintem fontos még hozzátenni ehhez, hogy ellensúlyozni, ellenpontozni ezt, ezt a propagandát pénzen lehet. Tehát, és ez sok pénzbe kerül. Tehát független médiát mi üzemeltetni, ami tisztességes, amiből az újságírók meg tudnak élni. Nem kell, nem kell kurválkodniuk, nem kell PRS-nek is egyben lenniük. Békében nyugodtan végezhetik a melójukat, ahhoz pénz kell. Én nem nagyon látom ugrálni a magyar baloldali liberális elit, milliárdos elitet azzal kapcsolatban, hogy én igenis megfinanszírozom az ellenpontját ennek az egésznek, hanem az van, hogy lapulnak, mint Szarafűben. Néha a HVG-ben, Forbes-ban megjelenik egy-egy ilyen segélykiáltás valamelyik magyar milliárdostól, hogy hát ez aztán még sincsen azért annyira rendben. De Jó, vagy a... esetleg egy segélykiejtás azzal kapcsolatban, hogy én megígérem az egyik pártnak, hogy támogatom őket, de most csinálnak valamit, ami nem szimpatikus, így visszavonom a támogatásomat, ami Igen. egyébként szintén egy nagyon sajátos szemlélet. Nagyon sajátos És szemlélet, ha nem úgy fütyülsz, ahogy én, vagy nem úgy táncolsz, hogy én fütyülök nettó, akkor mehetsz az anyádba, ami azért, egy, szóval Igen. én például mást képzelek Igen. a politikai finanszírozásra, azért tegyük hozzá, hogy vannak olyanok, akik odarakják a tárcájukat, hogy mondják, odarakják a bukszájukat, ahova a szájukat, és, és te is egy olyan médiumnál dolgozol, az Átlátszónál, ami ugye viszonylag kevés oligarha, tudomásunk szerint, Kevés oligarha támogat, vagy nem tudom, hogy mondjuk az Endi Vajna utala nektek havonta 1500 forintot. Nagyon de meg az lennék lepődve. Nekem mondja. tetszene. És én is do dolgozom és írok több olyan, ö ö tehát írok mondjuk a kettős mércére, ami szintén adományokból ennyiokból él de hát a klubrádió hallgatói és nagyobb na nagy nagylelkű és nagyobb ö anyagi tehetségű donorok is eltartják ezt a médiumot évek óta. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy a közönség... Ne lenne, vagy a közönségnek egy része ne lenne tudatos azzal kapcsolatban, hogy hogy neki érdemes odaraknia magát, hogyha szeretne független médiát. Az megint más kérdés, hogy egy csomó ember ezt egyáltalán nem engedheti meg magának, és itt most elsősorban azokról az emberekről beszélünk, akiket nem is ér el más Hívan. médium, mint a kormányzati Hívan. fenntartású. Tehát mondjuk nem is tudnak arról, hogyha adnának az átlátszónak pénzt abból, ami nekik sincs, meg amiből ők se élnek meg, akkor amúgy alkalmasint tájékozódhatnának dolgokról, és az érdekérvényesítő képességük is javulna. Így van. Bár hozzáteszem, hogy azért az a közeg, vagy közösség, amiről most az előbb beszéltél, aki hajlandó pénzt adni azért, hogy a klubrádió, az átlátszó, direkt 36, 444, tehát a, aki crowdfundingból is élnek, vagy kizárólag abból e, élne, de azért szerintem e, ez egy egymást átfedő, közeg, és nagyon kevés ember, pár tízezer emberről van szó, és szerintem akkor már sokat mondtam. E, tehát, hogy a, ez kevés, tehát, hogy én nem tudom, hogy a klubrádiónam is mert régen néztem e, a, az anyagi helyzetét, e, de valószínűleg nem egy több milliárd forint forintos árbevételű cégről van ma szó, és valószínűleg nem több millió forintos adózott eredménnyel zár évvégén, hanem ö, közel a veszteséghez, vagy sokáig veszteséges, talán, talán nulszaldóra, üzemi eredményre ki lehet hozni normálisan. Ö, de ugye nem gondolom, hogy a hirdetők folyamatosan kopogtatnának a klubrádiónak a, ö, az ajtaján, hogy szeretnék. Nem, és náladan... a Mészáros Lőrinc sertéstelepe is hirdet Itt Nálunk. nem nem nem, nem, róla. nem, nem hallottam. Nem hallottam róla. Sőt, a magyar katolikus egyház nálunk népszerűsíti no. a mi szolgáltatásait. Ez egyébként teljesen remben van, de ez ettől függetlenül kevés. Ez, Tehát, ez, hogy ez apró pénz ahhoz képest, hogy a kormányzati propaganda, vegyük sorba, a közszolgálati média évente 80 milliárd forintból. Ugye ez pár televízió csatorna és néhány rádió. Összesen 8 vagy 9 média, média, felületről van szó. Plusz MTI, plusz, plusz az online felületei még. Ugye ez 80 milliárd forint. A Magyar kormány a tavalyi évben nagyjából olyan 36 milliárd forintot költött el állami hirdetésekre. Ennek a 70-75%-a kizárólag kormány közeli üzletemberek tulajdonában lévő médiavállalkozásokhoz mente. Mondjuk úgy, hogy a 80 milliárdra pakoljunk, még 30 milliárdot. Aztán ugye a nagy felvásárlások azok állami kölcsönökből történnek meg, ezek esetenként 5-10 milliárdos forintos kölcsönök. Azért a kölcsönöket értsük úgy, hogy ez soha a büdös életben nem fog visszakerülni az állam kasszába. Illetve, hát ami visszakerül, az meg állami hirdetésből a, lett megkeresve azért. Igen, tehát hogy ez egy nyugodtan mondhatjuk, hogy évente nagyjából egy olyan 150 milliárd forintot közpénzből arra költünk, hogy a kormány propagandája terjedjen Magyarországon. Hát nekem Jimmy jut eszembe az, hogy annyi pénz nincs is. Mondja valamit, amit már láttam. 400 már láttam. Én annyit se láttam, szerintem egy csomó. De hogy, Így e, mi? Mennyi az annyi ja. nulla, hogy így rá se fél, nem tudom felírni, hogy mennyire És hát ezzel szemben van e, egy, egy szerény maroknyi, e, ami az igen, tehát hogyha valaki csak az online médiát olvas, esetleg ott még mindig e, kialakulhat benne az a képzet, hogy, e, hogy, hogy ez az online... Hogy, 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 a, hogy, a, hogy a bal liberális még mindig média fölében vannak, hogyha valaki az online médiát nézi, akkor, akkor tényleg lehet benne egy ilyen percepció. De, de 150 milliárd forinthoz képest ez egy szerintem 5 40 milliárd forintos piacról sem beszélhetünk, ami ezzel szemben áll. Tehát, Jó, hogy ne értsék félre, hallgatók, nem arról van szó, hogy lesajnáljuk az adományaikat, egyáltalán nem, 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 nem Ezekből ezekből, hanem arról van erről. szó, hogy a piacon nagyon nehéz labdába rúgni, nem szakmailag, hanem nem. az emberek elérése tekintetében. Így van. Töredéke annyi pénzből. Így van. És nem, nem azért, mert annyira vágyunk Balira, egyébként tulajdonképpen most már úgy elmennék annyit poénkot veled, de, de nem ez a legfőbb célunk az életben, hanem mondjuk az, hogy telje, teljes munkaidőben és a megfelelő körülmények között el tudjuk végezni tisztességesen a munkánkat, és ne a, az életben maradás szélén folyamatosan kínlódva egyéb munkák mellett mellesleg kelljen újságot írni, miközben ez befolyásolja a közéletet Tulajdonképpen igen. a legerősebben. Igen. A, a, ami, amit szerettem volna még hozzátenni, hogy ö, igen, tehát lehet publicisztikákat irogatni üzleti lapokban, meg el lehet mondani, hogy én ö, mennyire hiszek a, a liberális értékekben, vagy a baloldali értékekben, de ö, meg mellé kell állni, oda kell arcolni, hogy ez máshogy nem fog menni, már úgy érted, kinek? A, azok, a, a, a annak a milliárdos éliteknek? liberális elitnek, amelyik állandóan elmondja konferenciákon, hogy ennél ennél rosszabb már nem lehet, azoknak igen a pénzével hozzá kell járulni, tehát hogy ez nem fog máshogy működni. Nem, a lakosság nem fogja tudni összedobni az ellenpontját ennek a kormányzati úthengernek. Ez kizárólag akkor fog működni, hogyha ezek... Az állításuk szerint szenvedő milliárdosok, akiket megvert az Orbán kormány, de ettől függetlenül évvel, évről évre csak gazdagabbak lesznek, még így is, azok oda nem fognak állni, tehát addig nem lesz semmi. Az addig... hangzol, mint egy Occupy tüntető. Tényleg. Szociáldemokrata, azt lehet mondani, vagy nem tudom. Az az, amúgy. Az, 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 nem, 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 egyáltalán nem. Tehát, én ezt De nem... A megjegyzem, bocsán... hát Attila nem az az alkat, akivel együtt tüntettünk annak idején. Nem, ez kétségtelen nem így alagunk van. Bár hozzáteszem, hogy néha hallgatva a magyar liberális elitnek a a sirálmait azért előszokott belőlem a neomarxista bújni, ami dönteni a tőkét. Egész Egészen egyszerűen azért, mert arcpirítónak gondolom az, hogy az emberek milliárdosként szenvednek a magyar médiában. Ó, nekem volt egy nagyon-nagyon kellemes élmény, amikor egy, egy, egy nagyobb társaságban sokan elmondták, hogy szóljak, ha bármi segítségre van szükségem, mert szuper, amit csinálok, és, és én vagyok a jövő, ezt ugye mindenkinek elmondják, aki az én státuszomban van, tehát így mondjuk pont nem nyomorok, hanem így a megélhetés szélén billeg, és csinál valami a teljesen értelmetlennél fél fokkal értelmesebbet közéleti kérdésben. Szóljak, segítenek, mondja. És, és, leültem az egyik ilyen üzletemberrel, sokkal leültem, sehonnan nem kaptam pénzt, szólong, de leültem az egyik ilyen üzletemberrel, aki azzal kezdte, hogy hát, hát ne haragudjak ő, neki nagyon tetszik ez a projekt ötlet, ez a kutatás, amit itt leraktam, és ez zseniális, és ezt mindenképpen kell, de kérdezzem meg inkább a valaki mást, mert ő sajnos pont most vett meg a rózsadom tetején egy állat, egy ingatlant, és minden pénzzel elment, úgyhogy most, most nincs mit oda, hogy és akkor azért úgy elgondolkodtam az élet nagy dolgairól, egyrészt, hogy miért kell nekem erre időt szánnom, hogy ő ezzel erdő csak egyen, és elmondja, hogy mennyire nyomorult, másrészt, hogy tessék, mi van? Tehát a, szerintem ezt a gondolatmenetet tényleg csak annyival lehet zárni. Igen, liberális liberális, nem azért használ, tehát nincsen jobb szavam rá, de tudjuk, hogy melyik üzleti kör beszélünk, szerintem hát ez mindenki szá tudjuk ki. Tehát, hogy ez, ez anél, anélkül nem, nem fog menni, és, és tényleg az Egyesült Államok ugye bejelentett, hogy 200 millió forintot száll helyi, helyi médiára. Én eleve Eleve mondjuk benne van, tehát ez szerintem nem jó, tehát, hogy az Egyesült Államok finanszíroz helyi médiát. Hát is ellenkezős, uh, miközben foly minden arról szól jelenleg az Egyesült Államokban, hogy orosz hekkerek, akik valójában bérkommentelők és bétrólok azok uh, szerintük meghamisították a választást azzal, hogy uh, tartalmakat osztottak meg. És közben igen. ők központilag akarnak pénzt osztani igen. egy másik ország médiaterének befolyásolására. Igazából mindegy milyen irányba ez legalábbis egy kettős mérce. Igen, tehát a, és hát az, az a 200 millió forint ugye 200 millió forint? A, ugye úgy emlékszem, annyira. igen, valami ilyesmi színvonalú összeg. Tehát, hogy az azért nem egy masszív összeg, na. Nem, abból nem lesz mondjuk A Világtévét építeni. Abból nem, de le, lehet, hogy most meg kell néznem, egyébként, hogy ez 200 millió hogy rosszul emlékszem el, vagy nálad van internet, előtted. Nincs, Nincs. internet. Jó, de lassan be is kell fejeznünk. Ja, lassan mert be is kell hogy fejeznünk. Csak hogy ő... nem akarok hülyességet mondani, de egyébként, hogyha két milliárd forintról van szó, az is nagyon kevés. Tehát egy pénz. médiumnak mondjuk számíthat ennyi pénz ki, ki igazítja a működését, de nem lehet ebből felépíteni szisztematikusan nem úgy, hogy a birodalmat, de hogy egy, egy médiateret ellensúlyozó pólust sem. Hát a, a 200 millió forint az egy 15 fős online szerkeszt, vagy 20 fős online szerkesztőség online, tehát nincs benne terjesztés, nincs benne, ami egyéves Árbevétele nagyjából a 200 millió forint. Tehát, hogy az, 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 az semmi. Jó, hát szóval, igen, a, fi, a Fidesz által dominált médiagépezethez képest uh, semmi. Csak nem szeretném nem szeretném azt a képzetet kell tenni plebejus érzelmi hallgatóinkban, Niem. hogy ne sajnáljuk ezeket Niem. az összegeket, hanem hogy arányaiban, összehasonlításban. 200 millió forint. 200, millió forintról, 200 forintról millió forintról beszélünk. Amit az Egyesült Államok szeretnék Ami, ami, ami tök jó, tehát hogy igen, tehát az fontos, amit, amit mondtál az előbb, hogy itt nem arról van szó, hogy köszi, nem, 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 kér, nem, nem nincs erre szükség. Az más kérdés, hogy mi, mi, mert hogy de persze minden forint számít egy ilyen helyzetben, és az egy másik kérdés, hogy Mit gondolok arról, hogy az Egyesült Államok mint mint, mint mint állam finanszíroz ilyesmét? Mert hogy az én, akkor most visszaveszem a cilinderes kapitalista ilyen, ilyen, ilyen attitűdömet, hogy ez igenis a magyar üzletembereknek kellene finanszírozniuk. Ez nem az Egyesült Államoknak, nem a Holland Nagykövetségnek, nem a mit tudom én. Ez igenis magyar üzletembereknek kellene. Hogyha nek, tehát hogyha fáj az, ami történik ebben az országban, és, vagy, számít, vagy számít, akkor ezt mind-mind-mind nekik kellene finanszírozniuk. Ezt, ezt az egészet, és uh, én, én nem látom, hogy ők uh, állandóan kopogtatnának azért, hogy szeretnénk a helyi médiát egy picit uh, helyre tenni. Itt van egy milliárd forint, csináljátok három éven keresztül egy országos uh, hálózatot. Yeah. Nem tudunk ilyen felajánlásokról. Igen. De ha valaki szeretne ilyet felajánlani, mert rengeteg milliárdos üzletember hallgat minket, akik jelentős felelősséget ér éreznek a magyar sajtó helyzete iránt és a magyar közállapotokért, azok jelentkezzenek bátran a rádió központi számán, vagy hívjanak fel engem, fenn van a számom a Kurucinfón 10 éve, meg elirányítom őket bátor fiatillához, vagy amely médiumot támogatni szeretnék. Bátor Fiatila volt a vendégem. Nagyon, Nagyon köszönöm. szépen. Köszönöm én, én is az, a meghívást. a ejtő magyar média állapotokat. Ha már kétségbeesésről beszélünk, ettől teljesen függetlenül vegyenek jegyet az előadásomra. December 1 én játszom újra a Diamond Stand-Up comedy és nem tudom, olvassanak újságot? Viszont hallásra. Viszont hallásra. Professzor Paprika és a Bonyolult Dolgok Szórakoztató társadalomtudomány, paprika kingával és brit tudósokkal. Kal. 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 Kal.